Békirály Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Meril divatárú és ékszerüzlet gondoskodik. Köszöntöm nézőinket! A szív- és érrendszeri megbetegedésekkel kapcsolatos szívhalálozásokról talán elmondhatom, hogy az elmúlt évtized sikertörténetei közé tartoznak. Erről meg a betegedukációról beszélgetünk mai műsorunkban, már is mondom, hogy kikkel. Mellettem Vince Beatrix vezető főnővér az Országos Kardiológiai Központból, velem szemben Andréka Péter professzor, az Országos Kardiológiai Intézet főigazgatója, és mellette egy meglepetés vendég, ugyanis egy szépbeteg kisfiút hívtunk volna, akinek a szülei nem járultak hozzá az ő szerepléséhez, viszont kapóra jött, hogy Andréka doktor kislánya éppen segített az intézetben, és elkísérte az édesapját. Tehát a harmadik beszélgető partnerünk Andréka Porbála. Szia, Bori! Jó napot! Nagyon köszönöm neked a beugrást, és akkor veled kezdem, hogy tulajdonképpen mit is csináltál te az intézetben? Én a gyerekosztályon segítettem, hát a gyerekekkel játszottam, és olvastam meséket kisbabáknak, és velük foglalkoztam. Tehát akkor most ugye azokról a gyerekekről beszélgetünk, akik benfekszenek az intézetben. Igen. És hogy fogadták ők, és hogy fogadták a szülők, hogy te ott vagy? Hát, és akkor egyszer csak elkezdtél önkénteskedni. Hát a gyerekek azok még nagyon kicsik voltak, úgyhogy ők leginkább csak játszottak, de a szülők azok nagyon jól fogadták, csak mondták, hogy nyugodtan üljek le, olvassak bármit, meg hogy nyugodtan bármit így lehetek velük, meg nem zavar semmi. Örülök neki, hogy itt vagy, fogunk még veled beszélgetni. Most azért édesapádhoz fordulok, mert hogy Andréka Péter azért körülbelül tudja azt, amit a kardiológia hazai állásáról és a kardiológiai ellátórendszerről tudni érdemes. És ugye én azzal kezdtem, hogy ez egy sikertörténet, a szívhalálozás csökkenése. Megerősíted ezt néhány számmal, vagy pedig keresem kéne a statisztikai adataimat? Nagyon szívesen segítek. Én is azt gondolom, sőt, mi kardiológusok, leginkább az intervenciós kardiológiával, azaz a katéteres kardiológiával foglalkozó szakemberek azt gondoljuk, hogy ez tényleg egy sikertörténet. Ma az országban 20 katéteres labor működik, és ezzel le tudjuk fedni az ország teljes területét. Ez azért fontos, mert ha valaki szívinfarktust kap, akkor annak egy bizonyos formájában a betegnek a lehető leggyorsabban katéteres laborba kell jutnia, és abban a katéteres laborban az erzált szívkoszorú seret meg kell nyitni, hogy a mögöttes terület a lehető leggyorsabban vérhez jusson. Mert ha ez nem így történik, akkor ezeknek a betegeknek a megbetegedései, amik ebből következnek, illetve a halálozása, a halálozási mutatói, azok sajnos meredeken romlanak, és zuhan, mennek fölfelé, és nem ugye egyszenek. Eddig évi 15 ezer halálesetnél tartottunk, mondjuk a 10 évvel ezelőtt arányokat mondom, és most pedig kevesebb, mint a fele, tehát olyan 6 ezer körül. Nem, ez a 15 kevesebb, mint a 6, durván a harmada, tehát ilyen éves szinten körülbelül 5 ezer. Uh-huh. Mi azt gondoljuk, hogy ez egy hatalmas és akkor eredmény. Ez egyértelműen a katéteres hálózat kialakulásával függ össze. Azt gondoljuk, hogy a katéteres hálózat kialakulásának nagyon nagy szerepe van ebben. Természetesen azért ez nem ilyen egyszerű. Nagyon szeretnénk mindent, és az összes sikert mi felvállalni, de azért ez nem így van. Azért egészen biztosan, persze nagyon sok hiba van még mindig az egészséges táplálkozással, de azért a lakosság sokkal jobban és egészségesebben táplálkozik most, mint 10 évvel ezelőtt, meg 15 évvel ezelőtt, ennek is biztos komoly szerepe van. Tehát akkor most egy kicsit minket is megdicsérsz? Igen, én azt gondolom, hogy igen, bár azért erről gondolom szó lesz a későbbiekben, még azért van mit javulnunk. Persze. Ezen a téren. Nem szabad elfeledkeznünk a gyógyszerekről,
tehát azért új gyógyszerek egyre másra jöttek be az elmúlt 10 évben, amik egészen biztosan hozzájárultak ahhoz, hogy a halálesetek száma ilyen drasztikus csökkenést mutatott. Tehát én most nagyon szépen megdicsértem saját magunkat, igen, de azért nagyon sok lakosságot és a gyógyszergyárakat is természetesen, de azért azt is el kell mondanunk, hogy azért a kép nem ennyire szép, nem ennyire rózsás, nagyon sok probléma van még, amin közösen javítanunk kell, és ezt a közösent azt tényleg azt kell érteni, hogy közösen. Tehát direkt nem magunkkal, orvosokkal szeretném kezdeni, hanem például veletek, akik a médiában foglalkoznak. Én azt gondolom, hogy a médiának nagyon komoly szerepe van az edukációban, azaz a nevelésben, de én azt gondolom, hogy a betegeknek is nagyon komoly szerepük van ebben, az egészséges embereknek is nagyon komoly szerepük van, a tanároknak is nagyon komoly szerepük van, hogy a lakosság ráérezzen, megtanulja és saját magáénak tudja az egészséges életmódot, ami egészen biztos vagyok benne, hogy tovább csökkenti majd. Ezért ül itt egyébként mindjárt Bea is, mert hogy ugye te a gyermekközpont, vagy gyermekház, hogy kell ezt mondanom? Gyermekszívközpont. Igen, szóval a gyermekszívközpontban vagy vezető főnővér, és feltételezem, hogy a munkád vagy a munkátok jelentős részét kell, hogy kiadja a betegedukáció. Mert hogy mindenképpen azon túl, hogy ott megoperáljátok ezeket a gyerekeket, kell foglalkoznotok azzal, hogy aztán utána ők mit csináljanak, és hogyan állítsák át a gondolataikat, és hogy mit csináljon a családjuk. Mert ugye ez ennek az edukációnak a családra is kell vonatkoznia. Leginkább a családra vonatkozik az edukáció, igen. Egy kisgyereket nehéz lenne edukálni, ugye? Tehát mindenképpen be kell vonni a szülőt, és általában közösen oktatjuk a szülőket, illetve hát az intézetben vannak olyan kolléganőim, akik ugye nem csak az intézetben oktatnak, hanem el is járhatnak oktatni. Ugye a nagyon fontos az a gyerekedukációban, hogy nem csak a saját életükre hatnak a gyerekek, hanem kihat ugye a szülői nevelésre is, illetve a nagyszülőkre is kihathat az a nevelés, amit mi a gyerekek felé nyújtunk, hiszen a gyerekekre a szülők, nagyszülők vigyáznak, akkor nagyon fontos az, hogy ezeket az ismereteket a gyerekek továbbadhatják, tehát minden téren el tudunk jutni a családhoz. Mondtál egy számomra fura dolgot, amikor beszélgettünk még itt a felvétel megkezdése előtt, hogy tudnélik például egy órán keresztül tanítjátok a kézfertőtlenítés vagy a kézhigiéné szabályait, és akkor is, és most is azt kérdezem, hogy mit lehet ezen egy órán keresztül tanulni? Oda megyek, megmosom a kezemet és kész, nem? Nem. 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 Ezért is nevezzük nem kézfertőtlenítésnek, hanem kézhigiénés protokollnak. Ugye magát meg kell tanulni az egész folyamatot, ugye, hogy mikor mosunk kezet, mikor fertőtlenítünk kezet, mikor hordunk gumikesztyűt, milyen munkafázishoz veszünk fel steril gumikesztyűt, ugye ez maga a betegellátás folyamatában van, de nagyon fontos az, hogy bárki, aki bejön hozzánk, tehát így a gyakorlatos közösségi szolgálatos kollégák is megkapják ezt az oktatást, hiszen nekik is tudniuk kell, önmagukra vigyáznak azáltal, hogy mikor mosnak kezet, mikor fertőtlenítek kezet, milyen munkafolyamatokhoz, milyen életciklusokhoz, hiszen egy mosdóba való kivonulás előtt is kell kezet mosni, és utána is kell kezet mosni, hiszen magunkra is nagyon kell vigyázni, és erre is oda kell figyelnünk. És ez igen, ez egy órán át tart, amíg mi ezt megtanítjuk, és jó alaposan mindenkinek a tudatába belerakjuk azt, hogy hogyan vigyázzon magára és a környezetére. Egyébként te ott a gyerekszívközpontban a szülőknek, meg a családnak tartod ezeket a foglalkozásokat, vagy esetleg ki jársz, vagy ki jártok, tehát van olyan munkatársad is, aki középiskolákba, általános iskolákba gyerekekhez, és mondjuk beszélget a prevencióról, hogy hogyan ne legyél szívbeteg. Az intézetünkben van szakoktató kolléganőnk is, illetve van gyakorlati vezető kolléganők is, ők kijárnak az iskolákba, középiskolákba, és ott folytatják ezeket az oktatásokat. Én helyben oktatok, de nem csak a kolléganőket, hanem bárki, aki jön a gyerekszívközpontba, vagy a kardiológiai intézetbe is, azoknak tartunk oktatást, tehát itt lényeges megemlíteni például a medikusokat is, vagy az orvos kollégákat is, a saját ápoló kollégáimat is, tehát mindenkit évente újra oktatunk, hiszen az ismeretek felújítása az mindig segíti azt, hogy előhozzuk azt a nem rutin szerű, hanem az életbe való beavatkozást, azt, hogy hogyan fertőtlenítsük a kezünket, hogyan vigyázzunk mindenkire. Milyen témáitok vannak még? A
Nálunk ugye a szívbeteg gyerekek, és illetve a családjuk oktatásánál nagyon fontos az, hogy hazamenetel előtt mindenkit kioktatunk egyrészt az életmódjukról, hogy mit tudnak majd a későbbiek folyamán csinálni. Melyik gyerek hogy tud tornázni, milyen tornaórán vehet részt, egyáltalán például aktívan sportolhat-e, vagy el kell sajnos kicsit tiltani az aktív sportolástól. Ha van egy olyan szívbetegsége, ami nagyon megterheli a szervezetét, akkor nem sportolhat az a gyerek. Ezt is meg kell velük beszélni nagyon részletesen. Meg kell beszélni azt, hogy mit tehetnek a későbbiek folyamán, hogyan kell vigyázniuk. Sok gyerek kap olyan eszközt, ami alapján vérhigító gyógyszert kell szednie, ennek speciális diétája van, ezt meg kell tanítani a szülőknek, azt, hogy ők hogyan figyeljék meg a gyereket, hogy ha bármilyen elváltozást látnak a gyereken, akkor mikor tudnak bejönni, és hogyan tudjuk ezeket a gyerekekre figyelni. Tulajdonképpen, amit most Beától hallottunk, az ugye a számomra a gyerekek rehabilitációja. A műtét után, és hogyha valami van, akkor utána hogyan éleszkedjen vissza a normális életbe, illetve milyen életvitele kell legyen ahhoz neki és a családnak, hogy minden jól működjön, és hogy ne legyenek újabb problémák. De hogy állunk, és ezt nyilván Andréka Pétertől kérdezem, a felnőtt szívbetegek rehabilitációjával, mert én találtam egy számomra nagyon negatív statisztikát, már is mondom neked, hogy miután ugye a betegek számára, és ugye ezek a statisztikák azt igazolják, hogy nem igazán jó az a fajta rehabilitáció, ami a szívműtétek után Magyarországon zajlik, és azt mondja ez a felmérés, amit találtam, hogy miután a beteg nem érzi azt, hogy neki baja van, és nem látja a negatív élményeket, ezért a szív- és érrendszeri betegségek 80%-ban eredményesen befolyásolhatók lennének az életmódváltással, a negatív élmények elmaradása viszont eltántorítja a betegeket ettől, és hogy miután az infarktuson túlesnek, és ti meggyógyítjátok őket, és megkatéterezitek, és megkapják a gyógyszereket, utána hazamennek, és az azt követő egy évben magas a halálozási statisztika. Ez igaz? Sajnos igaz. Tehát ez úgy történik, hogy manapság most már, hogyha minden rendben megy, akkor valaki, aki kap egy szedcsont mögötti, mert erről is beszélnünk kell, egy szedcsont mögötti égő jellegű mellkasi fájdalmat, ami kisugárzik a bal kezébe, vagy kisugárzik a torkába, adott esetben lesugárzik a gyomorszáj környékére, közben verejtékezik és megsemmisülés érzése van. Ez egy típusos mellkasi fájdalom. Akkor azonnal hívja a mentőt? Igen. Tehát neki azonnal kellene hívnia a mentőt. A probléma az, hogy a betegek egy nagyon nagy része gondolkodik, hát ez vajon micsoda? Tényleg a mellkasom fáj? Hát biztos elmúlik majd. Hát nem is fáj annyira. Nem akarja elhinni, hogy baj van? Nem is tudja, hogy miről van szó a betegek egy része, és nem gondolja, hogy ez egy komoly történet. Éppen ezért vár, meg még majd megint vár. Majd elkezd félni, és eszébe jut, hogy ha ez mégis nagy baj, akkor beviszik majd a kórházba, és ott valami ennél sokkal rosszabb történik vele. Ezt hívjuk várakozási időnek, van ennek egyébként egy szakszava, hezitációs idő, amikor is a beteg azon gondolkodik, hogy most akkor mi legyen. És még semmi nem történik, még otthon ül, és még a telefont sem vette fel, hogy segítséget hívjon. A segítség egyébként teljesen egyértelmű ebben az esetben, mentőt kell hívni. Azonnal. Tehát nem a szomszédasszonyt, nem a házi orvost. Nem a szomszédasszonyt, nem a házi orvost. Nem a férjemet, nem a feleségemet, hanem a mentőt. És tudod, hogy miért kell nagyon gyorsan mentőt hívni? Mond. Azért, mert ez a típusos mellkasi fájdalom, azaz a szív oxigénhiányos állapotára jellemző típusos mellkasi fájdalom, sajnos, hogyha nagyon hirtelen jelentkezik, az nagyon gyanús arra, hogy esetleg éppen egy infarktust szenved el a beteg. És az infarktus, az a problémakör legelején, az egy életveszélyes állapot. Ugyanis ez az oxigénhiányos állapot, az a szívet egy ritmuszavarba viheti. Ez a ritmuszavar, ez az esetek jó részében lehet egy olyan ritmuszavar, hogy a szív az nem tudja, nagyon gyorsan húzódik össze, annyira gyorsan, hogy nem tud megfelelő mennyiségű vért kijutatni a szervezetbe, tehát gyakorlatilag áll a keringés, ezt hívják szívfibrillációnak, tehát kamrafibrillációnak, ez gyakorlatilag egy halálos állapot, és ezeket a betegeket elveszítjük.
Csak tudni kell, hogy az infarktusban elveszített betegek legnagyobb részét, azt még azelőtt veszítjük el, hogy ők mentőt hívtak volna. Mert mihelyst mentőt hívnak, megérkezik gyorsan a mentő, onnantól kezdve egy monitor kerül a betegre, észreveszik, hogyha probléma van, és van egy eszköz, a vészhelyzetben mindenki látta, ezt defibrillátornak hívják, pontosan, defibrilláljuk a beteget, és megszűnik a ritmuszavara. Tehát akkor a legfontosabb, amit mondtál abból nekem, eddig így. Aztán majd te mondod, hogy így van, vagy nem így van, hogy azt a bizonyos hezitációs időt csökkentsük így le. Van. Tehát, hogy ne várjon 10 percet, 20 percet, 1 órát, 2 órát, hanem azonnal hívja a mentőt. Legrosszabb esetben egy sima gyomorgörcsre is mentőt hív valaki. Ez legyen a mentő felelőssége, ők a szakemberek, és döntsék el, hogy most infarktus van-e, vagy sem. Én azt gondolom, hogy ez nem a beteg, azaz a nem szakértő betegnek a feladata. Tehát nekünk nagyon fontos az, hogy a betegek megértsék, hogyha nekik mellkasi fájdalmuk van, akkor azonnal mentőt kell hívni. Tehát ezt a hezitációs időt a lehető legjobban le kell csökkenteni. Mennyi ez Magyarországon, tudjuk? Tudjuk, sajnos, mert van erre regiszter, van erre regiszter adat, hát sajnos 240 perc körülé. Hát ez több, egy mint nagyon, 3 óra? Nagyon hosszú Atya idő. Igen, sajnos, ez átlagos, ez egy medián. Medián, ez egy mondjuk átlagos időnek számít. Van, aki tudja, hogy... Hát az ott bőven ezzel, meg lehet halni 3 órát. Ezzel sajnos nagyon gyorsan meg lehet halni. Tehát, hogyha ezt a hezitációs... Igen, tehát ezt a hezitációs időt csökkentjük, akkor az akut esetben bekövetkező szívhalált azért csökkentjük le, mert gyorsan monitor kerülhet a betegre, és gyorsan defibrillálhatjuk, azaz visszaprogramozhatjuk, visszaállíthatjuk a szívet a rendes kerékvágásból. De van egy másik probléma, hogy az infarktusnak az a lényege, hogy egy koszorús ér az elzáródik. Azért záródik el, mert bevérzik a fala. Hirtelen blokk van, a vér nem tud az elzáródás alá jutni, tehát az a szívizom terület, ami lent van, az oxigén hiányos állapotba kerül, és pusztul. Tehát minél tovább van egy szívizomterület oxigénhiányos állapotban, annál több pusztul el. És ezt pontosan tudjuk, hogy a későbbi halálozást azt egyértelműen növeli a hosszú oxigénhiányos állapot. Tehát ha a beteg minél gyorsabban szól a mentőknek, annál gyorsabban be tud jutni a beteg a katéteres laborba, és mi annál gyorsabban meg tudjuk nyitni az eret. Azaz, az ő hosszabb távú halálozását, azt lehet egyértelműen csökkenteni a gyors ér megnyitással. Hát szerintem, ha most abba hagynánk, már akkor is annyi fontos üzenet hangzott el, most ezt viccen kívül mondom, amit általában nem tudunk, és amit általában nem súlykolunk, és nem nyomunk, hogy mit csinálj, ha ilyen fájdalmat érzel, hogy ne ezt hívd, hanem ezt hívd. Hogy... Mentőket. Igen, és hogy ne várj az Isten szerelmére, ne várj. Így is van, mert az életed függhet tőle. Nagyon fontos. Vagy ha mondjuk szerencséd van, és mondjuk nem is veszítjük el a beteget, de sajnos, ha elpusztul a szívizomterületed nagy része, akkor az a szív nem tud rendesen működni, a beteg szív elégtelenné válhat, és az egy rengeteg. Ez egy másik típusú problémakör, de ez egy hatalmas problémakör úgy szintén. Az egyébként gyógyítható a szívelégtelenség? Vagy, hát nem, ez nem ilyen egyszerű. Tehát a nem ilyen egyszerű. Tehát azt azért tudni kell, hogy mondjak egy megdöbbentő adatot, ha már itt ülünk. Tehát ugye a szívelégtelenség az egy nagyon súlyos kórállapot. Természetesen a szívelégtelenségnek több fokozata van. Van az egyszerűbb, meg a nagyon bonyolultabb fokozat. De hogyha összességében vesszük a szívelégtelen betegeket, akkor a szívelégtelen betegek felét 5 éven belül elveszítjük. Ez egy nagyon súlyos adat. Minél súlyosabb a szívelégtelenség, halálozása az annál magasabb. És a nagyon súlyos szívelégtelenség halálozása az megegyezik az áttétes, nagyon bonyolult, nagyon osztindulatú daganatok halálozásával. Ezt nem szoktuk tudni, de sajnos tudni kell. Tehát a szívelégtelenségről nem arról van szó, hogy hát egy kicsit elégtelen a szívem, működik, de elégtelen. Nem, az egy halálos kórkép, ami természetesen nagyon jól egyensúlyban tartható, és nagyon jól kezelhető, de tudni kell, hogy előre megy. Ezt tudjuk kezelni gyógyszerrel, különböző nem gyógyszeres eszközökkel,
életmóddal, és hát bizonyos betegcsoport részére természetesen a szívátültetés is ott van, így is van, ezt is tudni kell. Jó, most olyan komoly dolgokról beszéltél így a végén, hogy muszáj a lányodat kérdeznem, hogy egy kicsit oldjam ezt a hangulatot. Most is orvos akarsz még lenni, Bori, hogy hallottad apát? Igen. Na, hát azért ez egy remek dolog így. És mi az, amit te a kardiológiáról tudsz? Mert hogy én úgy hallom, hogy például bejársz a katéteres laborba édesapádhoz. Hát, igen. Tehát, hogy igen, bejárok a katéteres laborba, és ott hát elég sokan segítenek abba, tehát elmagyarázzák, hogy mi történik. Mi történik? Igen. Tehát, hogyha valaki éppen a műtőasztalon fekszik, és akkor el van altatva, és hogy látom a gépen, hogy éppen mit is csinálnak. És mit? Ó, hát katétert ültetnek be, vagy billentyűket esetleg, és hát igazából leginkább apa szokta elmondani, hogy mi történik, és kezeljük a különböző betegségeket. Hát igen. És tudom, hogy az anatómiát. Igen. Ezt téged érdekel, Bori? Igen. A látvány is érdekel? Igen. Miért? Hát szerintem ez az egész, hát nem is az, hogy izgalmas, de érdekes, és hogy igazából, hát hogy mi is történik akkor, hogyha megfájdul a szíve az embernek, és nem tudom, jó erről tudni, hogy például arról is, hogyha valami történik, akkor mit kell csinálni meg. Hát, hogy lehet rajtuk segíteni. És hogyha, hát... Mit kell csinálni? Ha valami történik, mit kell csinálni? Mi történik? Mire gondolsz? És amikor az a valami történik, amit mindjárt meg fogsz mondani, akkor mit kell csinálni? Ez volt a mondatod. Hogyha otthon történik valami, Igen. Hát hívni a mentőket. Na akkor figyelj, akkor most itt ültél és figyeltél ebből, de lehet, hogy ezt már tudtad előtte is. Én tudtam. Tudtad? Tudtam. Hát elég sokszor beszélünk erről otthon, hogy mit is kell ilyenkor csinálni, meg hát nyilván, ha ott van apa, akkor tudja, hogy mi is történik, de hát nyilván az a legfontosabb, hogy hívni kell a mentőket. Persze. És te foglalkozol azzal például, bár te, na, mit mondtál, hány éves vagy? 16. 16, hát egy fiatal hölgyel beszélgetek. De te például odafigyelsz arra, hogy ne legyél szívbeteg? Teszel valamit ezért? Persze. Na, hát ez a persze, ez nekem egy nagyon izgalmas válasz. Mit teszel? Hát rendszeresen sportolok. Mit csinálsz? Fitnessezek. És... Mert hogy muszáj mozogni, ugye? Igen. Igen. Meg hát egészségesen táplálkozom, tehát nagyon fontos, hogy nem szabad nagyon sok zsírt bevinni a szervezetbe. Meg hát fontos az, hát nem nyilván azért is sportolok, mert nem akarok elhízni, mert hogy ez is egy fontos lényege az egésznek. Hát igazából úgy ennyi. Hát én azt gondolom, hogy Bori most elmondta azt körülbelül, ami a prevencióhoz hozzátartozik, hogyha ha nem akarom azt, hogy igen, én elmondtam, a dohányzás, ami nem beszélt, ja, de az egy nagyon tényleg, Bori, a dohányzást miért hagytad ki komolyan? Szerintem izgult azért. Tehát a dohányzás az egy nagyon fontos. De nem dohányzol, remélem. Nem. Nem is fogsz? Nem. Nem fogok. Bocsánat, Andréka Péter. Tehát ezek a, amikről Bori beszélt az előbb, ezek a viselkedéssel összefüggő kockázati tényezők, amiket, hogyha űzünk, akkor az ezzel együtt járó kockázatot mi magunk okozunk magunknak. Vannak olyan kockázati tényezők, amiken nem tudunk változtatni, hát ilyen a genetika, ilyen a nemünk, ilyen az életkorunk. Ez is elég kockázati tényező. Bocsánat, a nemünkön már tudunk, nem igen, jó ízzel jegyzem meg, de hát igen. Ez így is van, de azért azt, nyilván azért a
nyilván nem maga a nem, vagy nem csak maga a nem az, ami a kockázati tényező, hanem az ezzel együtt járó hormonok. Persze. Amik nyilván bizonyos szintig lehet változtatni hormonszinteken. Én azt nem tudom, hogy bármiféle kimutatás lenne arra nézve, hogy ebben az esetben hogyan változik a kockázat, de ez még ritka. Tehát nem gondolom, hogy most ezzel még számolni kell. De azzal mindenképpen igen, hogy az életkor előre haladtával biztos, hogy a szív- és érrendszeri megbetegedések kockázata fokozódik, de azért a dohányzás ellen tudunk tenni. A életmódunkon tudunk változtatni, hogy megfelelően táplálkozunk, hogy figyelünk a testsúlyunkra. Én azt gondolom, hogy ezeket meg kell tennünk annak érdekében, hogy minél tovább és minél egészségesebben éljünk. És van még valami, amit aztán kérdeztél, de tovább áttértünk másra, hogy ugye infarktus után megkatéterezzük a betegeket, gyorsan megnyitjuk a koszorúseret. Ha minden rendben megy, akkor a beteg 4-5 napig fekszik kórházban. És aztán hazakülditek. És aztán utána elmegy. Ez a hazaküldés, ez egy nagyon érdekes dolog, mert azért rá kellene térnünk. De tény, hogy 4-5 nap alatt azért a betegség tudat nem az alakul a ki. Nem. Tehát a betegeink egy jó részében nem alakul és ki. Mennyi időtök van arra, Péter, hogy ti ebben a rohanásban, amit ti csináltok ott az intézetben, hogy felvilágosítsátok, hogy tájékoztassátok, hogy elmondjátok neki, hogy az elkövetkezendő 1-2 évben mit és hogyan kellene csinálnia ahhoz, hogy ne jöjjön vissza hozzátok? Hát annyi, amennyi belefér ebbe a 4-5 napba, ami nem kevés egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy a felvilágosítás meg az elmondás az nem csak orvosi feladat. Tehát az ápolási szolgálatnak, ápolónőknek, ápoló uraknak, bólogass, hogyha egyetértesz velem. Az ápoló urakkal különösen. Hát vannak ápoló urak is, jó, tehát én azt gondolom, és nagyon jó munkát végeznek. Tehát én azt gondolom, hogy nekik is a feladatkörükbe tartozik, de ugyanígy a gyógytornászok, tehát nálunk a gyógytornászok veszik kezükbe az infarktuson átesett betegeket, ugyanígy az ő feladatuk is, mi pszichológusnak szólunk, hogyha azt gondoljuk, hogy erre szükség van, a családnak is elmondunk sok mindent, de azért valljuk be őszintén, azért ebben a rohanó világban nagyon sok beteg fordul meg nálunk, és hát a többi katéteres centrumban is, azért én azt gondolom, hogy olyan rengeteg időnk nincsen. De igyekszünk elmondani mindent a betegnek, és a probléma az ezután következik. Tehát a kórházi halálozás, a 30 napos halálozás infarktus után nagyon, nagyon jó, tényleg. Ez nemzetközi adatoknak is megfelel, de az 1 éves halálozás, amit te is említettél, az sajnos az túlmutat, az nem jó. És a nagy kérdés az, hogy ez miért nem jó. De sajnos tudjuk a választ. Valószínűleg azért nem, mert a gondozása ezeknek a betegeknek nem jó. A gondozás az egy sokrétű dolog. Egyrészt azért az életmódot a betegeknek akkor is meg kell tartania, az egészséges életmódot, és ez itt már problémát szenved. Nem szabad elfeledkeznünk a rehabilitációról. Mondtad, hogy hazamegy. Igen, de infarktus után, mert most arról beszélünk, a betegek egy jó részének rehabilitációra kellene mennie. És megy? Nem. Tehát ezt pontosan tudjuk, hogy a betegeink nagyon kis százaléka megy el, jut el rehabilitációra. Nem azért, mert mi nem mondjuk nekik, de mondjuk nekik, hanem azért, mert ugye nyilván erőszakkal senkit nem tudunk elküldeni rehabilitációra. Ez a fekvő beteg rehabilitáció. Nem lesz betegség tudata egy ilyen 3-4 napos beavatkozás nem után? Nem lesz betegség. Amikor majd nem elvesztette az életét, hát azért nem lesz betegség tudata. A betegeink egy része nem az idősebb korosztályból kerül, hanem a fiatalabb korosztályból, a magát halhatatlannak gondoló korosztályból kerül ki. És nekik az esetek egy jó részében nem alakul ki betegségtudatok, de egyébként magunk között szóval nem is nagyon fontos, hogy kialakuljon ez a betegségtudat, hanem azt kell megérteni, hogy ők azért teljesen egészséges életmódot élhetnek, de be kell tartani mindenképpen bizonyos dolgokat ahhoz, hogy az ő túlélésük az a lehető legmagasabb legyen,
És ahhoz, hogy, és ezt már te is említetted az előbb, hogy a lehető legkisebb legyen a valószínűsége annak, hogy ismételten jelentkezik egy ilyen probléma. Tehát a rehabilitáció az nagyon fontos, a járó betegként elvégzett rehabilitáció nagyon fontos lenne, nekünk ezt ki kellene alakítanunk, ezt a hálózatot, nem egyszerű, de azon vagyunk. Hogy áll ez a hálózat Magyarországon? Ez a hálózat, a járóbeteg rehabilitáció az még nehézkes Magyarországon. A finanszírozását meg kell teremteni, a szakembergárdát hozzá kell rendelni, a házi orvosokat ki kell képezni erre. Én ezt azt gondolom, hogy ez egy nagyon sokrétű dolog. A házi orvos dolga lenne? Vagy a házi orvosi praxis dolga lenne? Én azt gondolom, hogy van egy... Mert ebben nyilván egy nővér vagy egy ápolónő is tud segíteni, azt hiszem. Ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű. A rehabilitáció az egy külön szakma. A szív- és érrendszer rehabilitáció az úgy szintén egy külön szakma. Én azt gondolom, hogy nem is a kardiológusnak, hanem a rehabilitációs szakembereknek kell természetesen irányítani a rehabilitáció folyamatát. Ez nem kérdés, csak ők nincsenek nagyon sokan. Én azt gondolom, hogy van egy nagyon jó házi orvosi szolgálat Magyarországon. Természetesen kevesen vannak, de én azt gondolom, hogy ők fejlődni akarnak és tudnak is. Egyre magasabb szintű tevékenységet szeretnének folytatni a szív- és érrendszeri betegek ellátásában, a prevencióban, a megelőzésben úgy szintén, mint a gondozásban úgy szintén, mert hogy ez nem csak szakorvosi feladat, ez azon túl, hogy a teljes társadalmat meg kell, hogy mozgassa, ugyanúgy a teljes orvosi társadalmat az alapellátástól a szakellátásig meg kell, hogy mozgassa, tehát közösen kell küzdjünk azért, hogy ezek a halálozási mutatók javuljanak. Na most jön Bea, és akkor most mondd el nekem, hogy akikről a főnököt beszélt az ápoló urak, mert akkor ezek szerint nem csak női ápolók vannak nálatok, hanem férfiak is, hogyan vesznek ők részt, és hogyan vesznek részt a hölgyek ebben a betegedukációban, pontosabban most kifejezetten az infarktusos betegekre gondolok, ugye, amikor mégiscsak az lenne a jó, ugyan te azt mondtad, hogy nem, de valahol mégiscsak az lenne a jó szerintem, hogyha lenne bennük betegség tudat 4 vagy 5 nap után, mert ha én tudom azt, hogy beteg vagyok, akkor odafigyelek arra, hogy gyógyszert kell szednem, hogy bizonyos utasításokat, hogy bizonyos játékszabályokat be kell tartanom. Ha azt gondolom, hogy egészséges vagyok, akkor ezt mind eldobom a kukába. Akkor nem fogom szedni a gyógyszeremet, nem fogok odafigyelni a táplálkozásomra, nem fogok mozogni, és ugyanazt a stresszes életet fogom élni, mint eddig. Nem? Betegségtudat és betegségtudat között, de baj, javíts ki, ha tévedek, betegségtudat és betegségtudat között azért hatalmas különbség van. Azt gondolom, hogy az embereknek tisztában kell lenniük azzal, hogy mi történt velük, milyen betegségen estek át, és természetesen tudniuk kell, amiről beszéltünk, az életmódról, a gyógyszerszedés az megkérdőjelezhetetlen. Bocsánat, Bea, meg most... Igen. Hát én tudom, hogy jól mondja, csak most nem. Téged akartalak kérdezni. Tehát az, hogy nem alakul ki nekik ugye betegségtudatuk, az azért is van, mert nagyon hamar jól lesznek. És attól, hogy ők jól vannak, teljesen el is felejtik azt a néhány órás időszakot, amikor rosszul voltak. Tehát az, amit te mondasz, ugye, hogy jó volna, ha kialakulna a betegségtudatuk, az azért nem lesz, mert nem voltak annyi ideig betegek, effektív. Ugye volt nekik egy rosszuléti beillődősük, de ezek ők hamar túl lesznek szerencsére a legtöbb betegünk. És amit az igazgató úr is mondott, hogy ez a korosztály, ez egy aktív korosztály. Tehát ez fogja magát, és a kórházból távozás után nagyon sokára visszamegy dolgozni, és folytatja azt a stresszes, igenis stresszes életet, amiben volt. Tehát aztól, hogy nem lesz neki betegség tudata, ő éli tovább az életét, hiszen megoldottuk. Azok, akik a leggyakrabban infarktusos állapotba kerülnek. Az 50-es korosztály. Tehát 50 plusz, tehát igen. Mondjuk 50 és 60 közötti, hogyha be akarom így igen. Kategorizálni. Uh-huh. Aha. Igen. És visszatérve a fiú ápolókra. Mit csináltok velük? Bocsánat, igen. Jó. Ki kell, mit csinálunk, akik elmennek? Igen. Az a helyzet, hogy mi, tehát mint országos intézet, nekünk nincs rá lehetőségünk arra, hogy a betegek után nyúljunk, és az utána a következő életüket befolyásoljuk. Ugye addig még a kórházban vannak, ellátjuk őket információkkal, ugye nem csak az ápolószolgálat, hanem a dietetika is, a gyógytorna is, tehát minden szakma, aki ott van, részt vesz az ő rehabilitációjukba, de miután kilépnek az intézetből, mi már nem fogunk tudni az ő után
nyilván követésükkel foglalkozni, és megnézni azt, hogy ők hogy élnek és hogy nem élnek. Ezért mondta az igazgató orvos, hogy talán a házi orvosi szolgálatnak lehetne az a lehetősége, aki a beteggel később is tartja a kapcsolatot, nem csak ugye egy szívinfarktus kapcsán, hanem mondjuk egy influenza kapcsán is visszamegy hozzá a beteg, és akkor megint csak elmondhatná neki azt, hogy egészségesen kell élni, gyógyszert kell szedni, mit kell tennie a magának az életéért. Tehát ezekkel tudnánk az egész egészségügyi hálózatban foglalkozni. És ti úgy engeditek el őket, hogy ők pontosan tudják, hogy nekik el kell menni adott esetben egy rehabilitációra, vagy hogy be kell számolnia a házi orvosának arról, hogy mi történt vele, tehát ő tudja ezeket? Igen, tudja, hogy neki most el kell menni a házi orvoshoz, le kell adnia a zárójelentését, ugye a zárójelentésében le van írva, hogy mi történt vele, milyen gyógyszert kell szednie, a zárójelentésben le van írva, hogy igenis kapott edukációt a további életvitelére, tehát a házi orvossal való kapcsolatában ő már úgy megy oda, hogy visz magával bizonyos információkat, és ezeket az információkat és az életmód változására való tudatot, ezt neki tulajdonképpen a házi orvosnak kellene még megerősítenie és fenntartania. Nagyon sokan csinálják is hozzánk, mint szakorvoshoz, a betegek, ha vissza is járnak hozzánk, nyilván nem mindenki tud hozzánk visszajárni természetesen, nagyon sokat, de mi országos intézet vagyunk, igen, hatalmas felvevőkörzettel, de akik vissza tudnak hozzá... Hány betegetek hozzá... van évente? Hát rengeteg, hát az ambulancián 40 ezer beteget látunk durván, úgy közösen a teljes ház, fekvőbeteg is rengeteg van, durván 9 ezer beteget látunk el évente, tehát ez nagyon nagy mennyiségű betegről van szó. A betegeink egy jó részét igyekszünk gondozni, de természetesen nem mindenkit, de azért egy jól lévő infarktusos beteg, hát ha évente egyszer előfordul a szakorvosnál, annál gyakrabban nem is kell járnia. Viszont a gyógyszerei elfogynak, és a házi orvosnál lényegesen gyakrabban megjelenik. Tehát a házi orvosok tudnak igazán segíteni ezeknek a betegeknek. Tehát ők a kapuőri funkciót látják el egy nagy tudással, nagy tapasztalattal. Ők tudnak segíteni abban, hogy ezeknek a betegeknek az életvitelük olyan legyen, amiről itt már az előbb többször beszéltünk. És hogyan tapasztaljátok, szedik a gyógyszer? Tehát, hogy komolyan veszik, hogy most eltelt fél év, egy év, aztán utána bedobom a kukába a receptet, vagy már nem érdekel, mert én úgy gondolom, hogy jól vagyok. Hát azt tapasztaljuk, hogy nem szedik a gyógyszert. És ez baj, ugye? És ez nagyon nagy, ez baj. Nagy baj. Pontosan. Tehát pontosan tudjuk, hogy a gyógyszer szedési képesség, nekünk van erre szakszavunk egyébként, ezt ugye adherenciának hívjuk. Tehát a gyógyszer szedési hajlandóság az sajnos, ahogy távolodunk az infarktustól, úgy egyre jobban csökken. És ez egy másik ok, ami miatt az egyéves halálozási mutatóink, azok sajnos rosszabbak, mint bizonyos más nyugat-európai országokban. Mi lehet ennek a megoldása? Mert azon túl, hogy azt mondom, hogy szedd a gyógyszert, attól még nem fogja szedni. Én azt gondolom, hogy meg kell, hogy értsük, hogy felnőtt, önálló gondolkodású emberekről van szó, és én hiszek az oktatásban, és az edukációban, és az információ közlésben. Azt teszük most is. Igen, én ezzel kezdtem, tehát én emlékszel, én a Mériát mondtam legelőször, akinek nagyon komoly szerepe van ebben, de hát azért mondjuk a társadalom más rétegeinek is, tehát el kell mondani, hogy nem jó abba hagyni. Ezért van az egyébként, hogy a legjobb betegség az, ami fáj, mert akkor tényleg a beteg szedi azt a gyógyszert, amit ez okoz. Ez egy nagyon sokrétű dolog. Nem csak a dohányzásra, nem csak a testsúlyra, nem csak a testmozgásra kell odafigyelni. Oda kell figyelni a különböző más egyéb kockázattényezőre is. Az infarktus előtt is oda kell erre figyelni, de az infarktus után is oda kell figyelni. Ilyen például a magas vérnyomás. Tehát azért a magas vérnyomás, a 140/90 alatt élés, az egy rendkívül nagyon, az egy nagyon fontos dolog. Ugyanis tudjuk, hogy a szív- és érrendszeri kockázati tényező ugrásszerűen nő magas vérnyomásban. Cukorbetegség például. Ha nem egyensúlyban tartott cukorbetegségről, tudjuk, hogy az egészen biztosan rossz, és a mi betegségi és halálozási mutatóinkat rontja. Maga a zsírszint, úgy szintén olyan dolog. Erre van gyógyszer. Azt a gyógyszert hagyják el egyébként a leggyakrabban. Mert hogy a maga zsírszint az nem fáj.
ennél fogva hát talán el lehet hagyni. Mert hát, doktor úr, nézze meg, most a zsírszintem jó. Igen, jó, a gyógyszer szedésével. Uh-huh. De ha bedobjuk a kukába a gyógyszert, akkor egészen biztosan nem lesz jó. Tehát ezek mind-mind olyan dolgok, amiket el kell mondanunk egyszer. El kell mondanunk kétszer. Lehet, hogy háromszor is. Erre oda kell figyelni nekünk is. Bori, most miközben itt hallgatod ezt a beszélgetést, hallgatod apát, meg hallgatod Beát, mi jut eszedbe egyáltalán ebben az egész kérdéskörben, amiről beszélgetünk? A szívügyekről, a szívzőrökről, az infarktusról. Hát nagyon fontos erre odafigyelni. És hát fontos az, hogy tudjuk, hogy mi történik. Amikor hát fáj a mellkasunk, vagy ugye hívni kell a mentőt, vagy hát szedni kell a gyógyszert, és hát... Ez egy veszélyes problémakör. Igen. De ha odafigyelünk magunkra, odafigyelünk a... És te odafigyelsz magadra? Én oda. Az biztos? Én igen. Egyébként, ha már itt ül Andréka Péter, akkor nem tudom kihagyni, hogy megkérdezzem, hogy ugye, ami nálatok az intézetben megtalálható, különböző technológiák, módszerek, tudások, az hogyan passzol mondjuk a nemzetközi, a nyugat-európai, az európai színvonalú technológiákhoz, diagnosztikákhoz, terápiákhoz, azaz. El lehet érni mindent a ti intézetetekben, amit mondjuk Londonban, vagy Svájcban, vagy nem fogok itt most több várost felsorolni. Szerintem mielőtt az mi intézetünkre rátérünk, magyar kardiológiáról beszéljünk. Tehát hogy mondjam el, hogy mi, akik a magyar kardiológiával foglalkozunk, legyen az gyermekkardiológia, vagy legyen az felnőtt kardiológia ellátás, el kell, hogy nálatok mondjuk, mind a kettő van. Mind a kettő van, mi vagyunk az országban az egyetlen intézmény, ahol a teljes portfóliót le tudjuk fedni. Szerintem ezt mondjuk ki, hogy a mai magyar kardiológiai betegellátás az világszínvonalú. Na szerinted miért tettem fel ezt a kérdést? Sőt, igen. Hogy menjek ezen is túl. Tehát mi tudunk produkálni olyan kezelési módokat, amik túl is mutatnak a világszínvonalon. Na. Ilyen, hát igen, na, ilyen példa, mondjuk az infarktusos betegek katéteres ellátása. Tehát mi ma Magyarországon egy bizonyos típusú infarktusban szenvedő betegeknek szinte 100%-át katéteres laborba tudjuk szállítani, és a katéteres laborban a lehető leggyorsabban meg tudjuk nyitni az elzárodott koszorús seret. Azért a probléma nem ilyen egyszerű, mert azért nekünk is van mit javulni, oktatni kell a betegeinket, hogy a hezitációs idő az minél rövidebb legyen, magunkat is trenírozni kell, hogy amikor a beteg átlépte a kórház kapuját, onnantól kezdve a mi felelősségünk, hogy milyen gyorsan tudjuk megnyitni az adott koszorús seret, milyen technikákat használunk, utána hogy küldjük el a beteget, milyen információval. És akkor ezt pikpakúgy csináljátok, mint a vészhelyzetben? Igen. Tehát olyan gyorsan? Hát igen. Úgy csináljuk, ahogy a vészhelyzetben. És nagyon sok olyan ország van még Európában is, de a világban máshol, és én most fejlett országokról beszélek, akik ezt képtelenek még megcsinálni. Mert a logisztika az nem tart még azon a szinten, ahol mi most vagyunk. Persze, mondj nekem ilyen országot. Egyesült Államok például. Tehát jobbak vagyunk, mint Amerika ebben. Bizonyos szintekben, bizonyos esetekben én azt gondolom, hogy igen. Természetesen te rögtön azt mondod, hogy de hát vannak az Egyesült Államoknak olyan területei, amik sivatagosak, ahol olyan emberek, akik messze laknak az egészségügyi segítségtől. Igen, van ilyen. Tehát én azt gondolom, hogy a mi földrajzi viszonyaink ebből a szempontból szerencsésebbek. Jobban. Igen, szerencsésebbek, mint az Egyesült Államokban. De mi ezt ki tudtuk használni. Tehát azért nem magától alakult így ki az egészségügyi, tehát mondjuk az infarktus ellátórendszerünk, hanem azért, mert kialakítottuk. És ebben nem csak nekünk, kardiológusoknak van hatalmas szerepünk, hanem az országos mentőszolgálatnak is nagyon nagy szerepe van. Tehát itt nem egy szakma az, aki a legjobban dolgozik, hanem az orvostudomány az, a magyar orvostudomány az, aki a legjobban dolgozik annak érdekében, hogy ezeknek a betegeknek a halálozása az a lehető legkisebb legyen. Persze, és erről beszélünk, hogy van hová javulni, természetesen. De azt mondod általában, hogy a magyar kardiológia hozza az európai színvonalat. Azt, igen, egyértelműen ezt mondom, igen.
Egyébként sok mindent nem kérdeztem meg, de többek között azt sem kérdeztem meg, hogy nyilvánvalóan, ha azt mondjuk, és nagyon fontos, hogy tájékoztassuk az embereket a tünetekről, a betegségekről, arról, hogy hogyan kell viselkednem utána, milyen életvitelre van szükségem, hogyha túl vagyok rajta. De ezt nyilván nem csak neki kell tudnia. Tehát azt hiszem, hogy legalább ilyen fontos, hogy az ő családja is tisztában legyen ezzel, mert hogy ha gyerekről beszélek, ha felnőttről, azok az emberek tudnak igazán hatni rá, akik ott vannak a környezetében, és akik nap mint nap ott vannak a környezetében. Ti ebben az ügyben az országos intézet ki tudtok fejteni valamilyen tevékenységet? A szülőt családi oktatásba? Igen, természetesen igen. Tehát ugye, miután mi vagyunk az ország gyermekszív központja, tehát a legtöbb beteg hozzánk érkezik az országból, ezért mindenki, akit oktatunk, gyereket is és családot is, az viszi ugye az egész ország területére az információkat, amiket ők kapnak. Nagyon fontos ugye tudni azt, hogy amikor mi egészséges életmódra nevelünk gyereket, hiába hogy valami gyerekellátók, ugye az kihat az egész család életére is. Ugye nem csak a gyerek fog egészségesen étkezni, hanem az egész család is egészségesen fog étkezni, illetve a gyerek diétája és egészséges étkezésének ki kell hatnia a tágabb környezetére is, itt értek például a hétvégi nagyszülőknél történő ebédre is. Tehát, hogy mindenkinek tovább kell adni ezeket az információkat. És igenis így hatunk mindenkire, hogy mindenki viszi tovább a híreket. Mondj nekem egy konkrét példát arra, hogy mondjuk szívbetegség esetében, egy gyerek szívbetegség esetében, hogyan változtatja meg a diéta a család étkezési szokásait? Mi az, amit tilos, mi az, amit okvetlenül ki kell hagyni, és mi az, ami maradhat? Mert nyilván vannak akkor konkrét dolgok. Például nagyon fontos ugye fölhívni a gyerekeknek is, illetve a szülőknek is a figyelmét a korai elhízásra. Ugye a legtöbb családba Magyarországon, ugye azért túlsúlyról beszélhetünk, sajnos a szülői túlsúlyról. Ugye a szülői túlsúly az egy minta. Ugye hát a meg már sajnos gyerek túlsúly. Igen, és a gyerek túlsúly, ha korán kialakul, ugye az hozza magával a magas vérnyomás betegséget, a korai cukorbetegséget, hozza magával ennek következményében sajnos szívbetegséget is hozhat magával. Tehát, hogyha elkezdjük korán oktatni a gyerekeket arra, hogy ők ne egyenek cukrot, csökkentsék a szénhidrát bevitelt, egészségesen étkezzenek, és ezt az étkezést rakjuk rá a szülőkre is, és őknek is ezt a mintát tudják követni, akkor ugye az ő étkezésük is, és az ő diétás, hát nem diétás, mert ugye ez nálunk Magyarországon mindig a diétás étkezés egy valami nagyon furcsaságot jelent, pedig ez csak egy egészséges életmódot jelentene tulajdonképpen, igen, ahogy ők egyenek, és innentől fogva ugye maga a család is így fog étkezni, és a családra is ki fog hatni az a szénhidrát csökkentett diéta, és az ő testsúlyukra is tud egészségnevelési módon hatni. Bori, azt gondolom, hogy egy olyan családban, ahol van egy kardiológus apuka, ott a bóvó, tehát, hogy mindenképpen egészségesen kell étkezni. Igen. Jól gondolom? Igen. Ez a gyakorlatban mit jelent nálatok például? Mi az, amit te mindenképpen, van olyan, amit te az étrendedből kihagysz? Amire azt mondod, hogy ezt nem, mert ettől én vagy elhízok, vagy beteg leszek, vagy? Hát nincs. Nincs? Nincs. Nincs, de viszont, hogyha mondjuk eszem valamit, amiben sok a zsír, akkor... Igen. Oda figyelsz rá? Igen. Igen, akkor viszont ugye a edzéssel ezt lehet kompenzálni. Aha. És hát segít abba. Tehát, hogyha eszünk valamit, amiben sok a zsír nyilván, akkor segít az, hogy utána edzünk, és akkor tehát az lemegy, és akkor nem tudunk elhízni, hogyha esetleg valami, ami a kedvenc ételünk, és túl sok benne a zsír, akkor azt... Vagy a cukor. Vagy a cukor, igen. Akkor tehát akkor ugyanis... te azt a megoldást választod, hogy egyél nyugodtan, ha megkívánod, de utána mozogd le. Igen. Na most az egyébként nem lenne baj, ha ezt ugye más is így csinálná. Hát igen, én azt gondolom, hogy így kell elkezdeni, hogy... Nyilván a bevitt kalóriával kell figyelni, vagy hogyha valamiért az ember egy kicsit elcsúszik, hát a mozgás az egy alapdolog, erre nagyonra kell figyelni. Nyilván a bevitt zsírbevitel minimalizálása az egy nagyon fontos dolog. Én itt azért kitérnék a só fogyasztásra, tehát azt egészen biztosan tudjuk, hogy egyértelmű összefüggés van a bevitt só mennyiség, illetve az emelt só mennyiség és a magas vérnyomás között.
tehát a sómennyiség csökkentése az egy alapvető fontosságú dolog. Ott lehet kezdeni, hogy nem sózzuk utána az ételt, nagyon sokan meg sem kóstolják, és már megsózzák az ételt, ez egészen biztosan rossz. Aztán a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel az úgy szintén egy alap dolog, zöldségbevitel, gyümölcsbevitel, ez mind-mind-mind fontos tényezők, és a szénhidrát mennyiségének a csökkentése az úgy szintén egy lényeges. Kanyarodjunk vissza, az étkezésről beszéltünk, szerintem azt most így kiveséztük együtt, hogy ugye azzal kezdtük, hogy az infarktusos halálozások száma, hála Istennek, jelentősen lecsökkent az elmúlt 10 évben Magyarországon, és akárhogy nézzen, ez egy sikertörténet. De azt akarjuk, hogy ez a sikertörténet még tovább folytatódjon, és még tovább csökkenjen azoknak a száma, akiket évente elveszítünk, akkor így a műsor végéhez közeledve foglaljuk össze, hogy mi az, amire mindenképpen oda kell figyelnie. Annak is, akinek nem volt infarktusa, mert bármikor bárkinek lehet, mint tudjuk, de annak meg pláne, akinek volt. Tehát ugye a gyógyszerhűség, vagy nem dobom a gyógyszert a kukába, az egy nagyon fontos szempont. Aztán, Bea, segítesz? Mozgás, igen. Mozogjunk, igen. Az infarktusos beteg is mozogjon. Ő is mozogjon, te mindenki iktasson be az életébe mozgást, az is nagyon fontos. A folyadékbevitelre figyeljünk, tehát az is ugye mindig kimarad, de nagyon fontos, hogy meleg van, nyár van, illetve ismerjük fel a tüneteket, tehát az, amit az igazgató úr is mondott, hogy reagáljunk hamar. Tehát igenis azok az ismeretek nagyon fontosak, hogy tudjuk, hogy mikor kell segítséget hívni, időben segítséget hívni, és ismerjük fel azt is, hogyha másnak van szüksége segítségre, tehát hogy a családon belül, hogyha másnak van mellkasi fájdalma, akkor nem mondjuk azt, hogy ülj le és pihenjél, hanem hívjunk neki segítséget. Mivel egészített ki, Péter? Nagyon fontos az, hogy mint az előbb mondtál, ez a megelőzés, vagy szakszóval prevenció, amit most már mi nem bontunk elsődleges, másodlagos, meg harmadlagos prevencióra, hanem egész egyszerűen prevencióról beszélünk, és akkor beszélünk általános vagy univerzális prevencióról, amikor is azokkal az emberekkel, mert hát ők egészségesek, emberekkel foglalkozunk, akik ugye a lakosságot úgy egészében adják, és akkor elmondjuk nekik, hogy dohányzást abba hagyni, vagy nem dohányozni, mozgás, testmozgást fokozni, testsúlyra odafigyelni, amiket előbb elmondott, étkezésre odafigyelni. Aztán van egy magasabb kockázati csoportba tartozó, de még mindig nem koszorúsérbetegségben szenvedő betegcsoport, nekik a magas vérnyomásra oda kell figyelni, rendszeresen kell szedni a gyógyszert. Pontosan tudjuk, hogy 140/90 alatt, úgy nagy általánosságban, egy higany milliméteres vérnyomás alatt kell élni, és nincs pardon. Tehát el kell kezdeni, és szedni kell a gyógyszert. Cukorbetegség úgy szintén ilyen fontos, vérzsírszint úgy szintén ilyen fontos. Kérdés ez, hogy ezt kihasz, ki csinálja. Én azt gondolom, hogy az alapellátása, jól képzett házi orvosok, akiknek megvan a tudásuk erre. Itt most ennek vége van még akkor is, hogyha sokan vitatkoznának veled vagy velünk ebben a tézisben. Minden esetre én nagyon szépen köszönöm, hogy Vince Bea, Andréka Bor és Andréka Péter itt volt velünk. Köszönjük szépen. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, amiről beszélgettünk, hogy tudnélik, ha baj van, tessék hívni a mentőket. Vigyázzunk magunkra, vigyázzunk egymásra, figyeljünk a szívünkre. Köszönöm, hogy itt voltatok, önöknek pedig köszönöm, hogyha velünk tartottak, viszontlátásra. Király Györgyit a Victoria Maxi női ruházat öltözteti. Békirály Györgyi ékszereiről a Merrill divatárul és ékszerüzlet gondoskodik.